Fergeteges hangulatú élőzenei koncerttel, fülbemászó és táncra perdítő dalokkal, sok mókával és vidámsággal várta a kicsiket és nagyokat a Szent István napi rendezvény sorozat részeként a Buborék Együttes augusztus 19-én Hevesen a Központi Parkban. Az önkormányzat a gyermekekre is gondolt a műsor összeállításakor, és a nap folyamán az apróságok is élvezhették a tartalmas, színes programokat. A Buborék Együttes játékos koncertjén a valóság váltakozott a mesevilággal, és a dallamos zeneszámokat közös mókázás követte. A Buborék Együttessel a Heves Média készített interjút. Arra kérlek, Csilla, hogy mutasd be az együttest, ha valaki nem ismerné. Most csak három fővel érkeztünk, tehát a kisebb létszámú zenekar van itt jelen. Kerékgyártó László, Morvai Gábor és Kovács Csilla. Csilla, ti gyerekdalokban nyomultak, akár így is mondhatjuk. Igen. Viszont volt egy nagyon nagy megtiszteltetés az életetekben, egy fonogram díjjelölés. Ezt hogyan éltétek meg? Hát nagyon boldogok voltunk, annál is inkább, mert ez már a második jelölésünk volt. Tehát nagyon, hát elképzelhetetlenül jó érzés az, hogy tényleg egy szakmai zsűri előtt már másodszor tartották érdemesnek a zenekart egy ilyen jelölésre. Jó hangulatú volt a díjátadó is, tényleg nagyon-nagyon jól sikerült. Hát immáron most nem a zenekar kapta fonogram díjat, de nem adjuk fel, szerzünk még jó néhány új dalt, és bízunk benne, hogy egyszer majd mi is megkapjuk. Amivel készültetek így most hárman, kisebb felállásban mivel várjátok a közönséget? Millió buborékkal készültünk természetesen, illetve egy interaktív gyerekkoncerttel. Ismertebb dalokat is hoztunk most, nem csak a saját dalainkat, úgyhogy reméljük, hogy így majd a felnőtt közönség is talál magának ismert énekelhető nótákat. Ha megtalálom, karomba zárom, most kiabálom, nagyon jó forgás! A Buborék Együttessel Hevesen tett látogatása során Kis Gábor műsorvezető beszélgetett. A rendezvény média támogatói a Heves Média Kft., az Ózon FM és az FM 7 Rádió voltak.